imádkozzunk. Kérünk téged, Jézus Krisztus, hogy tedd most számunkra egészen valóságossá azt, amiről itt képekben énekeltünk. Hadd éljük át a szívünk mélyéig, milyen nagy lehetőség az, hogy még ma is az ajtónk előtt állsz és zölgetsz. Jeleket adsz magadról, és arról a világról, amit mi öt érzékszervünkkel képtelenek vagyunk érzékelni, de ami van, aminek a hatásait érezhetjük, a te isteni szellemi világodról, amelyikben helyet készítettél nekünk, és amelyikből kizártuk magunkat. Bocsáss meg azt, hogy sokszor téged zárunk ki a magunk szűkös, szegényes világából, ki van zárva, hogy engedelmeskedjünk neked bizonyos kérdésekben. Azokban csak mi dönthetünk, meg is szoktuk, eszünkbe sem jut, hogy megkérdezzünk. Ha figyelmeztetsz rá a te igédben, akkor elgondolkozunk, de elhessegetjük a gondolatot. Félünk rád hallgatni, félünk megnyitni magunkat előtted. Össze vagyunk zárva a magunk kételjeivel, torz gondolataival, hiányos valóság ismeretével, és közben büszkélkedünk, vagy félünk, olyan rettenetes így nélküled. Köszönjük, hogy te kopogtatsz most újra a te igéddel. Köszönjük, hogy ki lehet nyitni magunkat előtted. Magyarázd meg nekünk, mutasd meg nekünk, hogy mit jelent ez. Mit kell csinálnunk ahhoz, hogy befogadjunk téged igazán. Hogy ne csak halljunk téged, hanem meghalljuk a te szavadat, és megnyissuk előtted az ajtót. Kérünk téged, hogy ez sem maradjon csupán kép, hogy te átszögezett kezeddel zölgetsz. Hogy te úgy jössz hozzánk, mint aki helyettünk elszenvedted a mi büntetésünket. Mint aki megoldottad a mi megoldatlan életünket. Könyörgünk hozzád, hogy a te átszögezett kezeddel ajándékozz meg minket ma, azzal, amire szükségünk van. Olyan sokféle szükséggel vagyunk itt előtted. Kérünk, te adj nekünk vigasztalást, te adj nekünk új reménységet. Ajándékozz nekünk önmagadat. Hogy így megtaláljuk magunkat és a helyünket, a küldetésünket, a célunkat. Áldj meg minket, Advent királya, dicsőséges Urunk. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, a Jelenések könyve 3. részének 14-től a 22-ig terjedő verseiből hallgassuk meg. Az Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem meleg. Bár hideg volnál, vagy meleg. Ezért, mivel langyos vagy, és sem meleg, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. És közben nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, és a szegény, a vak és a mezítelen. Azt tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes meztelenséged. És védj gyógyító írt, hogy bekend a szemedet és láss. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én királyi székemen, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő királyi székén. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Kedves testvérek, ezen a szép fehér adventi vasárnapon, amikor a mi visszajövő Urunkra, Jézusra gondolunk, és mint egy nagy család üljük körül itt a megterített asztalt, ez az ige három dolgot mond nekünk. Először azt, hogy mit ígér Jézus annak, akinek van füle meghallani, amit ő mond. Másodszor azt, hogy kiknek ígéri ezt, miféle embereknek.
És a harmadik az, hogy milyen út vezet oda, hogy beteljesedjék az ő csodálatos ígérete az életünkben. Mit ígér Jézus? Bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, ő pedig én velem, és aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én királyi székemen, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő királyi székén. Egy asztalnál Jézussal. Ezt ígéri ő nekünk. Talán már is érezzük, hogy mennyire felül emel ez a tény sok gyötrő kérdése. Van Isten vagy nincs? Szerete az Isten? Jó-e az az Isten, aki olykor megfedd és megfenyít? Lehetséges-e az, hogy személy szerint mindnyájunkat ismer? Nem valamiféle vallásos túlzás és elképzelése az, hogy gondja van reánk, hogy számon tart minket. Csak ugyan igaz-e, hogy feltámadott Jézus? Hogy lehet kapcsolatba kerülni vele? Jézus mindezeken átemel minket, és azt mondja, hogy bemegyek hozzád, veled vacsorálok, te pedig én velem. Egy sor kérdés fölöslegessé válik. Egy csomó gyötrő kételyre egyértelmű választ kaptunk. Nem kezd vitázni velünk, nem kezd egyenként meggyőzni, hogy de így van, hidd el, saját hitetlenséged ellenére is. Ha egyszer valaki azt mondja nekem, hogy kész bejönni hozzám és egy asztalhoz ülni velem, az nyilván létezik. És annak én nyilván fontos vagyok, az nekem valamit hozni akar, valami miatt akar meglátogatni, sőt valami véget, annak célja van. És ha vele találkozom, az egész létem és életem célja világossá válik, az ő jelenlétében leszek emberré. Végre értelmes lényé. Aki lát, ért, aki tudja, hogy mi végre van a világon, aki tudja, hogy kié, kihez tartozik, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. Egy asztalnál ülünk Jézussal. Beszélgetünk, meghallgat, én is hallhatom az ő egészen másfajta gondolatait. Új dimenziók, távlatok nyílnak ki előttem. Az Isten szeretetének a magassága és a mélysége megnyílik. Megértek sok mindent, amit nem értettem. Együtt örülünk. Ő ad nekem mennyei erőt, vigasztalást, reménységet, önmagát. Én meg odaadom nyomorult, de hálás önmagamat neki. Átéljük, hogy összetartozunk, van közöm az isteni világhoz, benne élek a szellemi valóságok világában is, végre nem valamiféle keskenyvágányú, szűklátókörű, nyomorult életben mozgok, vegetálok, hanem élek, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. Összetartozunk. És ez a hívő embernek mindennapi tapasztalata. Ez nem a fantázia szüleménye, ebből élünk. Akik ő benne hiszünk, nap mint nap erről kapunk újabb bizonyságokat. Vele vacsorálok. Engedtem, hogy megmozduljanak bennem emlékek. Kisgyerekkori emlék jutott eszembe, amikor jöttek haza egymás után a város férfiai a hadifogságból. A szomszédunkat senki se ismerte meg, csak a felesége. Kicsit zavartan közeledett a házhoz. Aztán sírva, nevetve örültek egymásnak. És amikor asztalhoz ültek este, mi is ott bámészkodtunk, szomszéd gyerekek. Sose felejtem el azt a képet. A hazaérkezett, a megérkezett ember, aki újra övéivel, gyerekeivel, szeretteivel, megnyugodva, valami lezárult, valami új kezdődik, valami megoldódott, mégiscsak túléltük, ki tudja, mi minden volt abban a képen. Együtt vacsoráltak. Egy asztalnál azok, akik összetartoznak, akiket eddig egy világ választott el egymástól, és nem tudták, hogy találkoznak-e még. Újra együtt. Jézus újra együtt akar velünk vacsorázni, akitől egy világ választ el minket, a bűnvilága. És nem lehet tudni, hogy találkozhatunk-e még vele. Találkozhatunk. Ő maga jön. Meg se ismerjük. Olyan régi emlék a szívünkben az Isten közelsége. De benne az Isten újra közelhajol hozzánk,
és fölismerhetővé válik. Bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. Vagy az otthontól távol tanuló vagy dolgozó gyermek, amikor nagy ritkán hazaérkezik, és a kevésből is mindent az asztalra tesznek neki, mert szeretik. És ő is fürdik a szeretetben, és ő is szeretetet hozott. Jó dolog összetartozni. És a szülők ajkán némán is ott muzsikál ez az imádság, amit egy mai édesapa írt, láttam megint a gyermekeimet. Ma már azért kell hálát adni, ha megjön az ember lánya és fia. Ha szeretetből asztalt teríthet, igét és ételt nyújtva újra nékik, megköszönve, hogy vannak, és hogy tiéid. Egy asztalnál azok, akik szeretik egymást. Sokkal többet jelent ez a kép, mint ahogy első látásra gondolná az ember. Ezt ígéri Jézus a benne hívőknek, azoknak, akik őt befogadják, és mi tudjuk, hogy az ókori keleten a legintimebb, a legszorosabb közösség az asztal közösség volt. Az elfogadásnak, egymás befogadásának a szó mindenféle értelmében a néma szövetségkötésnek a kifejezése. Ugyanerre kész Jézus. Elfogadni minket így, ahogy vagyunk. Befogadni minket az Isten gyermekei nagy családjába, feltétel nélkül. Szövetséget kötni velünk. És még ennél is többről van itt szó, mert ő valahányszor az asztal közösségre utal, mindig a vele való legintimebb, legbensőségesebb, mondom így a szó nemes bibliai értelmében, misztikus közösségre utal, amit az új szent vacsora fejez ki, amelyben igazán elfogad minket, akik igazán befogadjuk őt, amelyben ő önmagát adja. A János 6.57-ben olyan megrendítően írja, hogy aki eszik engem, az él. Aki őt igazán és egészen befogadja, azt ő igazán és egészen elfogadja. És ha van valami kivetnivaló bennünk, és van jócskán, azt ő veti ki, attól ő tisztít meg, nem a mi dolgunk foglalkozni tovább a nyomorúságainkkal. És befogad minket az Isten fiainak a nagy családjába. Hadd hirdessem ezt azoknak a testvéreknek, akik ma fognak itt életükben először úrvacsorázni. Így fogadja be őket Jézus, aki egyedül teheti ezt meg, csak neki van joga és hatalma ehhez. Így fogadja be őket, mindnyájunkat, az Isten fiainak a nagy családjába. Akik befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Ez a legbensőségesebb közösség is kifejeződik ebben, hogy vele vacsorálok, és ő én velem. Sőt, még ennél valami több is, illetve ennek a folytatása, nem több az, hanem ennek a folytatása, amire szintén utal Jézus többször, mikor az úrvacsoráról szól, arra a nagy mennyei vacsorára, a bárány mennyegzőjére, amelyiken a hitünk látássá lesz, ahol a sokféle sebből vérző, meggyötört egyház és hívő ember látomása egykor dicsőn beteljesül, és a győzedelmes egyház urával egyesül. Arra a nagy mennyei vacsorára is utal itt Jézus, amelyikről az úrvacsora szereztetése alkalmával is szólt, amikor azt mondta, hogy nem iszom többé a szőlőtőnek borából, csak majd, ha együtt iszom azt veletek, az én atyám dicsőségében. Egészen odáig láthatunk most Adventnek a fényében, amikor mindenről minden kiderül, amikor az egész világ megláthatja majd, hogy mégsem bolondok azok, akik a Krisztusban hisznek, hogy az egyetlen igazság maga Krisztus és az, amit ő kínál nekünk, amikor minden térd önként vagy kényszerűségből, ha nem hit benne, meghajol, és mindennyel vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amikor az, aki győz, aki Jézushoz mindvégig hűséges marad, beül majd vele együtt az ő királyi székébe. Szédületes ígéret. A dicsőséges, feltámadott, mennyben uralkodó Krisztus mondja ezt.
mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő királyi székén. Ezt ígér Jézus a benne hívőknek. Teljes közösséget már itt, minden nyomorúságunk közben, és teljes dicsőséget odaát az örökké valóságban. És kiknek ígéri ezt? A laodíceai keresztényeknek. Mit tudunk róluk? Azt, hogy nagyon gazdag emberek voltak, anyagilag is, és aztán elkezdtek pöffeszkedni lelkileg is. Laodícea nagyon jómódú város volt, annyira jómódú, hogy amikor 62-ben egy súlyos földrengés a földet tette egyenlővé, rövid idő alatt saját erejéből fölépült. Újjá építették a megmaradt lakók a várost. Híresek voltak a bankjai, Cicero ajánlja minden pénzembernek a megbízható laodíceai bankokat, a kis-ázsiai textilipar központja itt volt, és híres volt orvos és gyógyszerész iskolája, a kor neves orvos, a Galénusz, mindenkinek ajánlja a Laodíceában készült csodálatos szemkenőcsöt. Ennek a gyülekezetnek üzenít Jézus Krisztus. Pál apostol a kolossei levélben említi a laodíceai gyülekezetet, sőt említi azt is, hogy írt nekik is egy levelet, sajnos az a levél elveszett. De név szerint említi a gyülekezet vezetőjét és néhány tagját. Élő, jó hírű, messze világító gyülekezet volt Laodíceában, csak aztán elkapta őket a verseny, a pénz, az üzlet, egyre fáradtabbá lett a hitük, egyre közönösebbekké lettek, betört a világ a gyülekezetbe is, sőt, a világias lelkület határozta meg a gyülekezet tagjait is, ezt aztán leöntötték valamiféle vallásos mázzal, és így kezdtek el pöffeszkedni, és akartak élni régi dicsőségükből, régi jó hírükből, de már nem Krisztusnak, és nem Krisztussal éltek. Ennek a gyülekezetnek szól az, amit itt hallottunk. A Jelenések könyve 7 levele közül ez az egyetlen, amelyikben egy szó dicséret nem hangzik el. Az összes többit, különösen a kicsiket, a szenvedőket, a vergődőket megsimogatja először az Úr Jézus. A legrosszabbról is mond valami jót, és utána jön aztán a bírálat és a figyelmeztetés, hogy miből kell megtérniük. Laodíceához nincs kedves szava az Úrnak. A laodíceai gyülekezet kemény dolgokat kell, hogy hallgasson. Tudok cselekedeteidről. Félelmes bejelentés. Hogy nem vagy sem hideg, sem meleg. Bár hideg volnál, vagy meleg. Mivel azonban langyos vagy, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire. És közben nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, a szegény, a vak és a mezítelen. Bankemberek, szemorvosok és textil nagykereskedők gyülekezetének írja ezt Jézus. Te vagy a szegény, a vak és a mezítelen. Azt gondolod, hogy gazdag vagy, és nincsen semmit. Már nagyobb a nyomorúságod, mint a legnagyobb lehet, mert nem csak az a bajod, hogy nagy a lelki nyomorúságod, hanem az, hogy ezt nem is érzékeled már. Az ilyeneken a legnehezebb segíteni. Nyomorult vagy, és közben azt gondolod, hogy gazdag vagy, és meggazdagodtál. Sok mindened van, de egy valami segíthetne rajtad, amit csak Jézustól lehet kapni. Laodíceában minden eladó, mindent lehet kapni. Ezt azonban csak ajándékba lehet elfogadni. Mi az? Azt tanácsolom neked, hogy védj tőlem, mondja Jézus, tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes meztelenséget, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemedet, és láss. Tűzben izzított aranyat, tiszta, hiteles, nemes fémet, olyan értéket, amit nem szennyez be semmi. Nem bizsut, aranyat. Az örök élet kincsét szokta a Szentírás így jellemezni.
Aztán védj tőlem fehér ruhát, hogy ne kelljen utálattal nézni a meztelenségedet. A fehér ruhát, a Krisztusban kapott igazságot, a megigazultságot csak ajándékba lehet elfogadni. Ő kínálja annak, aki gazdag, és mutogatja a maga ruháit, és nem látja, hogy közben meztelen. Fehér ruhát kínál, még ezek után is. És szemgyógyító írt, hogy láss. Hogy lásd a láthatatlanokat is, meg a láthatókat is. Azokat a bűnöket, amik ordítanak rólad, amiket mások látnak. De titkos egyesség köt össze benneteket, hogy én se teszem szóvá a te aljasságodat, te se beszélj az enyémről. És így nő lavinává a bűn. Szemgyógyító írt kínál az adventi Krisztus, hogy láss. Lásd végre magadat, hogy ki is vagy, és lásd meg őt is, hogy ő ennek ellenére ott van és szeret. Nem tudom, érzékeljük-e ezt az ellenpontot. Kiköplek az én számból, mert utállak, mert langyos vagy, és szeretlek. Ott van utána. Akiket én megpróbálok, azokat szeretem. És az, hogy foglalkozik vele, és még van szava a gyülekezethez Jézusnak, ez is azt mutatja, hogy szereti. Miért? Nem miért, annak ellenére szereti. Hogy ilyen, amilyen. Ilyen a gyülekezet ura. Ilyen Krisztusunk van nekünk. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térj meg. Mindennek ez a célja. Annak is, ha ad valamit, annak is, ha elvesz. Annak is, ha ő növeli a gazdagságunkat bármilyen értelemben, annak is, ha ő tesz szegényé, és kivesz valamit a kezünkből. Akit én szeretek, megpróbálom és megfenyítem. Igyekezz azért, és térj meg. Ennek a gyülekezetnek ígéri azt a csodálatos nagy ígéretet Jézus, amiről hallottunk. Meg ennek a gyülekezetnek, amilyen mi vagyunk. Nekünk vajon mit jelenthet most ez, hogy védj tőlem. Annyi mindenünk van, és annyi mindenért hajtunk, és olyan sok mindent szeretnénk még feltétlenül megszerezni, okvetlenül még ebben az évben. Egy csomó karácsonyi ajándékot például. Nem hangzik valami üres szólamként az, ha megkérdezem, hogy nem az lenne a legnagyobb karácsonyi ajándék a szeretteidnek is, meg önmagadnak is. Ha végre tőle vennél valamit, ingyen, azért nem lehet adni semmit. Az Ézsaiás 55-ben olvassuk, mindnyájan, akik szomjúhoztok, gyertek-e vizekre. Ti is, kiknek nincsen pénzetek, gyertek, vegyetek pénz nélkül ingyen. Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér? És gyűjtött kincseteket, sokszor a becsületet is, azért, ami nem elégít meg. Hallgassatok rejám! Jelenésekben a visszhangja az, védj tőlem! Hallgassatok rejám, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget. Lásd, asztalközösség! Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Jézus ingyen kínálja nekünk önmagát, az életet, a fehér ruhát, szabadulást a bűneinktől és azok következményeitől, amik miatt szenvedünk és amiket próbálunk enyhíteni, de legfeljebb a következményekkel bírunk, azokkal sem igazán. Ő az okot szünteti meg. Tiszta aranyat, fehér ruhát, szemgyógyító írt kínál, hogy lássunk. És hogyan juthatunk el oda, hogy lássunk, és mindez a miénk legyen? Milyen út vezet ahhoz, hogy ő bejöjjön hozzánk, velünk vacsoráljon, mindene a miénk legyen, mindenünk az övé legyen? Milyen út vezet ide? Három lépcsőt említ Jézus ebben az egy mondatban. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót,
Bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Az ajtó előtt állok és dölgetek. Egyedül álló hitvallása ez a kereszténységnek. Nincs egyetlen más vallási rendszer, amelyik azzal kezdődne, hogy az Isten zölget az én bezárt ajtómon. Zárt ajtók mögött kínlódunk, testvérek. Kiki bezárkózik, vagy azért, mert sokat csalódtunk, vagy azért, mert másoktól hallottuk, hogy rosszul jár az, aki kinyitja magát. Zárt ajtók mögött unatkozunk, szenvedünk, árválkodunk, mulatozunk, vagy kínlódunk, vagy egyszerűen dolgozunk. Nincs időnk semmire és senkire. Zárt ajtók mögött van ez a világ is, miközben tudja, hogy belátnak csodálatos technikai apparátusokkal a zárt ajtói mögé, de akkor is mondjuk a szöveget, mintha nem látná az ellenség a valóságot. És Jézus Krisztus a zárt ajtónk előtt kezd kopogtatni. Jeleket ad egy másik világról. Arról, hogy van valami, ami zárt ajtóinkon kívül is. Van valaki rajtunk kívül is, aki jobban szeret minket, mint önön magunk. Sokféleképpen ad ő jelet. Csöndes szóval, egy-egy igével, egy-egy megelevenedő emlékkel, egy próbatétellel, csapással, veszteséggel, de ott áll és nem törje ránk az ajtót. Jézus nem jön ajtóstól a ház. Ad időt meghallani az ője kopogtatását. Ad időt arra, hogy megjelölődjék a döntésünk. Csak le ne késünk. Az ajtó előtt állok és zörgetek. Nem mi indulunk el megtalálni vagy kitalálni az Istent. Isten hajol közel hozzánk Jézusban. Most is, itt is. Ez az első lépcső. A második az, hogy ha valaki meghallja és kinyitja az ajtót. Ez a mi dolgunk. Az összes többit ő végzi el, erről mostanában nagyon sokszor volt itt szó. Ezt az egy mozdulatot várja tőlünk. Ha valaki meghallja és kinyitja. Nem azt mondja, hogy hallgatja, hanem meghallja. Ebben kárhozik el sok ige hallgató ember, hogy hallgatja az igét, de nem hallja meg. Nem veszi magára. Nem hozza mozgásba őt az ige. Nem nyúl a kilincs után, hogy kinyissa. Így lehet elkárhozni a szószék alatt. Hallgatom, és nem hallom meg. Annál súlyosabb lesz az ítéletem. Mind a számon kérik rajtam, amit hallottam, és nem vettem magamra. Amit ő komolyan mondott, és én nem vettem komolyan. Aki meghallja, és kinyitja. Nem kiles a kémlelő nyíláson, hanem kinyitja. Az őszi evangelizációs hetünkön láttuk, hogy mit jelentett Zákeus számára az, hogy kinyitotta az otthona ajtaját Jézus előtt, és behívta őt oda. Akkor sokunkban megszületett az elhatározás, hogy mindent átadok neki. Annak a bizonyos ládának a kulcsát is. Mire végeztük azóta? Maradt-e ez kedves elhatározás, amit egy evangelizációs hét magasabb hőfoka olvasztott ki belőlünk, vagy azóta is történő valóság? Kinyitottuk előtte az ajtót. Mindig eszembe jut ez a kép, ha olyan kedves családtag vagy vendég érkezik hozzánk, akinek a hangját vagy némelyiknek a lépéseit már ismerik a gyerekeink, és mikor a lépcsőház alján van, már sarkig vágják ki az ajtót, emiatt mérges is vagyok néha, és rohannak le a lépcsőn szeretettel. Így várja az ember azt, akit szeret. Jézus előtt meg résnyire nyitjuk az ajtót, nehogy bejöjjön. Vagy elkezdünk az ajtón keresztül diskurálni. Családlátogatás során gyakran tapasztalom ezt. Zárt ajtón keresztül diskurálunk. Ki az? Mondom a nevemet. Az ki? Próbálom megmagyarázni, hogy ne legyen kellemetlen, ha esetleg a lépcsőházban is hallják. Ne haragudjon meg mindjárt rám. És így értekezünk néhány másodpercig vagy percig. Így nem lehet ajándékot átadni és elfogadni. Így nem lehet egy asztalhoz ülni és mindenünket megosztani. Ez nem szövetségkötés, hanem kiutasítás.
Nem így vagyunk-e sokszor Jézussal? Ő akkor sem törje ránk az ajtót, legfeljebb tovább. És ott maradunk a magunk bezártságában. De ha valaki meghallja és kinyitja, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, ő pedig én velem. Ő az enni nekünk. Olyan ételt, aminek az elejével mehetünk 40 nap és 40 éjjel, mint illés. Aminek az elejéből élhetünk 40 éven át, meg egy örökké valóságon át. A teljes közösséget ajánlja itt. Azt a közösséget, amelyikben nem leszünk többé egyedül. Sem az élet harcaiban, sem halálunk óráján, sem azon túl. Soha többé nem leszünk egyedül. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Ez itt a kérdés, hogy meghalljuk-e. Dalvas Szilárdnak van egy megrendítő karácsonyi verse. Négy versszakban leírja a négy évszakot, szép tömör költői képekkel, tavasz, nyár, ősz, tél egymás után, és mindegyiknek a végén hangzik a felrázó refrén. Csak az első és az utolsó verszakot mondom. A tavasz képe így hangzik. Tegnapi holdföld életre zöldült, lomba borultak a béna bokrok, pacsilta visszanyerte hangját, gyerekifjú gyereklány ajka tavaszi csókba forrott, telet szelet valaki messze-messze hordott, csoda történt. Halljátok? Nem hallják. Aztán jön a nyár, jön az ősz, és végül a tél képe, mintha a mai napot írná le. Havasi galambok serege hull le az égből. Csillogó gyöngyel a tájat végig kirakják. Örökzöld gajjak békét lehelő szaga árad. Krisztus a született a beteg világnak. Csoda történt. Halljátok! Nem hallják. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. Halljátok! Mert ha ezt az zörgetést nem halljuk meg, akkor valaki ránk törje az ajtót. Azt olvassuk az 1 Mózes 4-ben, hogy a bűn az ajtót előtt leselkedik, és rád van vágyódása. És ő nem kopogtat, és nem finomkodik. Ő ránk törj, ha egyedül talál minket. Kinek nyitunk ajtót? És meghalljuk-e most az ő halk zörgetését, vagy pedig erről lekésve, majd az ő visszajövetelének a trombita szavát fogjuk csak hallani. De akkor nem az ő szövetségeseiként találkozunk vele, hanem ellenségeiként. Imádkozzunk. Köszönjük, hogy ma még hallhatjuk a te szavadat, Úr Jézus Krisztus. Megvalljuk előtted, hogy minket is megtévesz sokszor a magunk gazdagsága. Sok mindent meg lehet ma szerezni, elég magasra föl lehet kapaszkodni, van annak néha ára is, ezzel mi nem sokat törődünk, és azt hiszük, hogy sok mindenünk van, és könnyen megeshet, hogy hiányzik az az egy valami, ami értékálló, időt álló, amit a rozsda nem emészt meg, a molyok nem rágnak meg, a tolvajok nem lophatnak el tőlünk, a veled való közösségünk, a benned elrejtett élet, az örök élet. Nyisd meg a mi szemünket, hogy lássuk ezt az értéket. Indíts minket arra, hogy elfogadjuk tőled azt, amit nem lehet beszerezni sehol, csak tőled lehet ajándékba kapni a tiszta ruhát. Köszönjük, hogy te ígéred nekünk. Köszönjük, hogy a te igazságodat és szentségedet kínálod nekünk. Indíts arra, hogy kapva kapjunk ezen az ajándékon. Segíts minket, hogy mi is azok közé tartozzunk majd, akikről ama napon elhangzik. Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból,
és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették az ő ruháikat a bárány vérében. Ezzel az örömmel, ezzel a bűnbánattal és hittel engedj most magadhoz minket, engedj, hogy így lássunk túl a szent jegyeken is, és így kössünk veled igazi, örök életre szóló szövetséget. Vagy így újuljunk meg, mi szövetségszegők, a veled való szövetségben. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.